Akkor még egy kicsit kutazzunk, jó, és akkor utána a kérdések felelekkel be tudjuk zárni a mai alkalmat, és ha lehetőségetek és időtök engedi, akkor még egy dicsérettel és egy közös úrvacsorával zárjuk ezt a, ezt a, ezt a napot, és bízom benne nem tudom, különböző helyekről érkezünk, nem ismerjük egymást. Nálunk az úrvacsora ilyen nagyon, nagyon szabad történet. Jó? Tehát ott, ott nyugodtan menjetek, beszéljetek, élők, élők legyetek. Szóval ne, ne merevedjünk meg a bor és a kenyér miatt, hanem, hanem, ez egy élő, élő közösség és egy nagy áldása az úrvacsora. Én úgy gondolom, hogy ha egyszer... Isten megadja, már pedig megfogja, hogy felfedezzük, hogy az úrvacsora egy, egy milyen erő rejlik abban, akkor az forradalmasítani fogja a hitéletünket. Valamiért ezek az első században naponta vettek úrvacsorát. Csak fejvon a figyelmeteket, hogy nem gyülekezetenként, hanem házanként. Tehát erre is bátorítalak benneteket, hogyha otthon vagy, egyedül, ketten, hárman, stb. 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 vegyetek úrvacsorát. Vétek úrvacsorát, erre rá kell jönnünk még, hogy mit vesztettünk el, de valamiért ezek a jó emberek naponta úrvacsoráztak, és biztos, hogy nem megszokásból. Ebben valami olyasmi volt, ami, ami most előttünk még el van fedve, mert, mert elvallásoskodtuk az úrvacsorát, de ha felfedi ezt Isten, akkor biztos, hogy <hül> nagy változások lesznek. De hát ugye ez eleve már az nagy lépés, ha, ha otthon is tudtok venni úrvacsorát. Van minden, ha, ahol van a családnak papja, van férfi, hát figyeljetek, ez sokszor elgondolkodt a dolog, hogy hogy jönnék én ahhoz, hogy én velem vehettek csak úrvacsorát, amikor a családnak a, a férfi tagja, a papja, az egy jegyzet valaki a Bibliában. Tehát az, az valaki. Szóval, ha valakinek joga van, akkor így mondom. Ugye ugyanez a keresztség is, hogy kinek van joga alámeríteni. Hát, inkább egy apának, mint egy ismeretlen lelkésznek. Tudom, hogy rombolom a lelkészek melóját, meg így lehet, hogy mínusz 50 ezer lesz a fizetés, de, de, de merítsd alá, hát van jogot hozzá, hát hogy ne lenne jogot, Hát sőt, ugye itt a bemerítés nem is azon múlik, hogy, hogy te mit akarsz, hanem hogy az, aki bemerítkezik, az, az eljutott erre a pontra, hogy akarja. Mert mi aztán bahossz, hogy két véglet van. Mi bemerítenénk mindenkit, van a vallásban másik mint aki meg senki, csak ha teljesíted az úttörők 12 pontját. De, de, azért mondom, hogy ez, mi emberek ilyet tudunk, de, de ebben, ebben, nagyon bölcsek legyetek, és ugyanilyen, úgyhogy ha lehet, akkor maradjatok egy közös úrvacsorára. Észek, szitna, vád, vita, ellenségeskedés, veszekedés, visszáj, elnyomás az életünknek egy olyan szakasza, amikor az emberi testi erő ugye, a szellemivel összeütközik, és itt ez egyetlen egy embert, semejünket sem kerüli el, vagy túl vagy rajta, vagy nem. Magadra fogsz ismerni ebből, ugye ha az emberi ötletek, elképzelések tele vannak még naivsággal, tévedéssel, emberi erővel, saját Istenképeink vannak, ha ennél a, ennél a szakasznál vagyunk, akkor, akkor ezt a kutatásuk. Jó dolog, még egyszer mondom, hogy senki, senki ne próbálja magát azonosítgatni, egy a lényeg, hogy ássál. Tehát ez a, ez, a, ez a lényeg, az ásás a lényeg. Itt senki nem vedhet semmit a másik szemére, a, az elpecsételés ugyanakkor lesz. Tehát mindenki ugyanakkor fog. Ugye, itt lehet megérteni Jézusnak ezeket a történeteit, hogy tök mindegy, hogy valaki öt órakor jön be, mert maga a lényeg, az Istennek az elpecsételés, az ugyanakkor fog megtörténni. Azok, akik egy órával előtte érkeztek... Azok meg nem fogják a szemünkre vetni, nem is azokkal lesz a baj, hanem inkább a régiekkel, akik azon húzzák majd az órukat, hogy ez most érkezett, miért kell ezt elpecsételni, még nem, nem, nem szentelődött meg. Figyeljetek, Isten egy latort meg tud néhány perc alatt változtatni. Néhány perc alatt meg tud változtatni. Úgyhogy, úgyhogy ez, a, ez, a, ez a legnagyobb csata az emberi életben, amikor az őrült ötleteink tele vannak veszteségekkel, kudarcokkal, a legtöbb veszteséget mindig Istenre verjük a balét, de a legtöbb veszteséget az őrült ötleteink. Én emlékszem, amikor bejött itt Magyarországon a vállalkozói létforma, és ugye a, a melós ügyvezető igazgató lett egy pillanat alatt, figyeljetek, hát persze, hogy áfát csaltunk, azt se tudtuk, mi az az áfa. Azt tudtuk, hogy egy hárombetűs szó, és rohadt sok pénz van benne. E, hát több pénz van benne, mint bármiben a mai napig. Szóval ez mind, mind meg kellett tanulni ezt a, ezt a dolgot. Még a szüleink se tudták megtanítani ezt. Hát előtte 50-60, egy húzamosabb ideig olyan rendszer volt, amikor ezt nem lehetett átélni. És ezért ugye, ezért ugye ezek a dolgok olyanok, hogy a testi erővel iszonyatos sokat küzdünk. Ugye próbáltuk ezt mi keresztények igyekezettel és lelkesedéssel legyőzni a, a, a testi gyengeségeinket. Ez se igyekezettel, se lelkesedéssel nem lehet legyőzni. Pálnak meg volt az igyekezete és a lelkesedése, és ő mondta azt, hogy kiszabadít meg ettől a természettől. Van egy jó hírem, pontosan a jelenések könyvének ez az üzenete, ez a, ez a csúcspontja a jelenések könyvének, hogy eljön az a pillanat, amikor Isten eltöli a bűnt és a következményeit. Ez most megint szép. Tudjátok, most jönne az a fordulat, hogy tudtok erre amen mondani. Amen. Na most azért nem használom, mert fogalmunk sincs. Mert nem tudjuk még azt átélni, hogy milyen az, amikor a bűnnek, a bűn és a következményei, mert soha nem éltünk egy pillanatig se ebben, a, ebben az életformában, hogy nem lesz bűn. Hogy nem kell a másikra új ránézni, hogy mit gondol, mert egyrészt tudod, hogy mit gondol, és nem, és nem fog olyat gondolni, és te sem fogsz olyat gondolni, ezt mi fel se tudjuk fogni. Ezért mondja az Isten igény, hogy olyat készített az őt szeretőknek, amit szem nem látott, fül nem hallott, és emberi szív el sem tudott gondolni. Tehát erről most beszélgetni kár. De vágyni rá? Hát, testvéreim, egy ilyen világot, ahol nem lesznek. De ezen, ezen keresztül kell menni. Ehhez ki kell jönnöd győztessen. És a, ugye sokszor azt tanították az egyházak, hogy legyél szelíd, mint a galam, meg ravasz, mint a róka. Aztán valakik fordítva tanították, hogy legyél ravasz, mint a galam, meg szelíd, mint a róka, tehát úgy variálták, ahogy, éppen, ahogy éppen, éppen, az igények kívánták, de pontosan ez azt jelenti, hogy eljut az ember egy idő után arra, hogy, hogy nem a saját egy, egy vádból, egy, egy, egy veteketésből, hogy lehet, ugye mit számtalan szól megerősíti különben a Biblia, azt mondja, hogy amikor vitás ügyben vagy valaki, amíg az úton jártok, addig egyez meg vele. Figyeltek, és nem mondja, hogy kinek van igaza csak arra hívja fel a figyelmet, hogy egyez meg vele, mert ha nem egyezel meg vele, akkor jön egy vadidegen, aki el fogja dönteni, és nem feltétlen biztos, hogy jól fog dönteni. Tehát Isten mindig megegyezés párti volt, és ezért az életünknek ezt a szakaszát, szóval sokszor, sokan, ezért különösen kiemeli a Biblia, hogy voltak ilyen arcok a Bibliában, mint a Mózes, hogy a szelíd lelkű volt. De ő sem úszta meg ezt a szakaszt. Az izsák olyan volt, hogy leraktad egy sarokba, és ott maradt 40 évig. Ő sem úszta meg ezt a szakaszt. Tehát ez pont ezt mutatja, hogy ez, a, ez, az életünknek a legnehezebb, a legnehezebb része, amikor a saját igazadat is kész vagy feladni azért, hogy a másikkal ne kerüljél viszályba. Figyeljetek, mit mondasz, hogy amennyire rajtatok áll, mindenkivel békességben legyetek. Nem azt mondja, hogy mikor van igazad, hanem amikor rajtad áll. Tehát, hogy rajtad áll. Ugye mennyi áll rajtad? Hát amennyit ástál ebből a kútból, annyi áll rajtad. Több nem áll rajtad. És ezért ezt a szakaszt nem lehet kikerülni, ezért rakta egymás mellé, ezért van Ábrahámnál is ugyanazok a kutak, és Izsáknál is ugyanazok a nevű kutak. Pontosan azért van, hogy ezt Ábrahámnak és Izsáknak is, függetlenül attól, hogy mit. Ugye sokszor azért helyezkedünk el népszerű gyülekezetekbe, hogy hát, ha megsporolunk dolgokat. Semmit nem sporolsz meg. Semmit, mert ez a te életed, ez a te elhívásod. Ilyen nincs, hogy gyülekezeti elhívás, testvéreim. Egyéni elhívás van. Ilyen nincsen. Te vagy elhívva. Nem gyülekezeteket váltott meg Isten, hanem téged váltott meg Isten. Ezt neked kell kiboxolni, ezt nem verheted másra, ezt a balhét, ezt, ezt neked kell végmenni, egyénileg kell ezt megélni. És ezért sokszor, ha hát meg ma a keresztények, hogy hogy fogadjuk a vitájt, a viszályt, a vetekedéseket, stb. stb. Vagy nagyon hisztisen reagálunk rá, vagy nagyon agresszíven reagálunk rá. Holott ez egy olyan szakasz az életünknek, amit meg kell végni. Hát egy házasságban is meg kell vívni. Hát egy házasságban is. Tehát én, én, sokszor azért döglöttem bele a vallásos kereszténységbe, mert mindenki azt mutatta a házasságról, hogy az valami, valamilyen ilyen, ilyen, ilyen öt méterrel a föld fölött járnak, és boldogság, és állandóan lepkedtek a szívecskék a levegőbe, és minden óriási szerelem, és stb. És, hogy, hogy ilyen, és azt mutatták magukról elődeim, példaképek számomra, hogy ez egy, ez egy zöggenőmentes dolog. És akkor az ember, amikor összeütközik valamin, nem tudta kezelni, mert senki nem mutatta a példát, mert csak azt mutatta ezért szoktam mondani, a szexualitással kapcsolatban is a keresztények vagy prűdek, mi a prűdség, hogy nem beszélünk róla, és akkor a gyerekeink a pornóból fogják megtudni, hogy milyen is a házas élet. Persze abból nem tudják meg, mert nem az a házas élet, de ha beszélünk, de miért nem beszélünk róla, mert prűdek vagyunk, mert erről ú, nem le, mit nem lehet beszélni. Fijetek olyan dolgokról nem beszélünk, amit mindannyian megélünk. Ezeket, ezeket nyeljük be, és nem beszélünk. És ezért fontos, hogy egyéneket, ezeket, ezt, a, ezt az észek szitna korszakot, ezt meg kell, mert az emberi erőt, figyeltek, ez egész életünk végéig nagyon sok esetben elkísér eljön az a pont, amikor kiásod ezt a kutat, és, és tud diadalmaskodni, a, a, a tudsz, tudsz, már ura lenni a testednek, akkor így mondom. Figyeljetek, a világiak is különben erre vágynak, hát pozitív energia, mit mondjak még, feng shui, stb. Hát mindenki erre vágyik, hogy, 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 valahogy urrá tudjak lenni magamon, uralkodni tudjak magamon, és egy bizonyos szintig megis is ez, sok vallás, irányzat, izmus csinálja ezt, de ugye megváltani nem tudja magát az ember a megváltáshoz fehér ruhát nem tudok magamra adni. És ezért, ezért fontos, hogy ezen, 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 végig menjünk, és hogy a lelkesedés, a jók, figyeltek a leglelkesebb gyülekezetek is ma olyanok, mint a savanyúborka. A lelkesedés elfogy, testvérem. Az elfogy. Az elfogy. És ezért, ezért ugye az embernek meg kell értenie, hogy, hogy hogy van, ami nem jön össze az életbe, van, amiben megpróbáltatok, valami engedelmességgel összejön, de egyszerűen az észek és a szitna kút az az úr és az én harcom. Amikor megismerted az Istent, az az első utána megharcolod ezt a kapcsolatot. Ezért ugye a világi felfogás, hogy a nászészaka a csúcspontja a házasságnak, ú, nem. Az simán megvan. Az megvan, az két vízuló között is megvan. Pillanatok alatt. Nem, hogy az ember között, nem az a csúcsa, hanem az a csúcsa, amikor már, már fel tudod adni magadat. Fel tudod adni magadat a másikért. Tesvéreim, ez nagyon nehéz műfaj. Ez egy harc. Nem véletlenül azt mondja, ilyen szavakkal élteti, hogy vád, vita, ellenségeskedés, veszekedés, viszály, elnyomás, és akkor erre még rápokol az ördög. Ugye ki a vádló, a szitna, az különben vádlást jelent, Ugye a, a vádló az az ördög. Tehát ebben, erre még rájön az, hogy közben még, közben még megvagy, a küzdesz a saját erőd, a testeddel, lelkeddel, mindeneddel, és akkor még utána rájön a vádlás, hogy hogy hát nem is vagy te hívő, nem is vagy te keresztény, ezért például a vádlás szintén a vallásos világnak egy óriási eszköze a vádlás. Rengeteg ember ebbe döglött bele a kereszténységbe, a vádlásba. Nem tudok akkor, hát figyelj, Isten soha nem várt el tőle többet, mint amit elbírtál. A, 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 Mások vártak el többet. És ebbe döglöttünk bele sok esetben a, a, a vádlásba, de ugye Isten ezeket az időszakokat azért adja, és ma rengeteg hívő itt veszteg el ennél a kútnál, ezért hívta fel Pál a figyelmet, hogy az utolsó kor legnagyobb problémája az én lesz. Az én lesz. Az én a legnagyobb probléma. Ezzel van a legnagyobb küzdelmünk. Azt hittük, hogy a szomszéddal lesz. Nem? Így el, nem. Magunkkal van a legnagyobb küzdelmünk óriási küzdelmek vannak. És ráadásul, ha beálltunk, egy, 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 valaki megismertek bennünket valamilyennek, akkor utána nehéz megmutatni, hogy nem azok, ö, 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 nem azok vagyunk. Nehéz, ö, nehéz dolog ez, de meg kell küzdenünk. A következő út volt, ugye a rehobot, a tágastér. Ugye a tágastér az más szóval szabadságot jelöl. Itt szeretném leszögezni, hogy Uh, ellentétes a világgal kapcsolatos szabadság értelmezése Istennek. A világ azt mondja, hogy az a szabadság, hogy azt csinálok, amit akarok. Az Isten pedig azt mondja, hogy az a szabadság, hogy tudod, hogy mit csinálsz. És ez egy óriási különbség, testvérek. Most a világ azt fogja csinálni, amit akar. Figyeltek? ugyan a Noé kora óta semmi nem változott, ezt Jézus erősíti meg, azt mondja, ugyanolyan lesz az utolsó idők embere, mint a Noé kora. Esznek, isznak, házasodnak és semmit nem vesznek észre. Ez mit jelent? Annyira el lesz foglalva az ember saját magával, hogy, hogy én, én annyira megdöbbentem, én nem követem annyira ezt a vírushelyzetet, természetesen valamennyire követem, meg meg, 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 át is érzem, meg, meg szkeptikus is vagyok, tehát ugyanúgy, ahogy sok mindenki, mert bennem is forognak dolgok, mert annyi dezinformáció van, hogy tényleg, tényleg, jó lenne, ha nem politikusok, hanem orvosok nyilatkoznának ezzel kapcsolatban, és azokat megengednék, hogy azok nyilatkozzanak, mert, mert talán, talán, talán szakszerűbb lenne a kérdés, értitek? Aki ott dolgozik éjjel-nappal, szóval, mert egy politikus az főleg választás előtt majd azt fogja mondani, hogy mindenre van. Ne féltek, jövőre mehetek ahova akartok. De, 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 de a lényeg az, hogy jó lenne ezt szakmai kézbe adni, de persze ilyen a természete, és nem is, nem is bánom ezt, mert hála Istennek még valamit tesznek, de, de, de látom azt, hogy ellentmondás, ellentmondás, forog a, ellentmondás, forog az emberben ezzel kapcsolatban, és ezt valahol az a megdöbbentő, hogy látom, hogy hívőkben sem teszi azt, azt annak helyre kéne tegye, hogy, hogy van nekem Istenem, aki akármi történik velem, ugye el kellene jutnunk erre a jobbi hitre, hogy vétek jobb mit mondott, hogy az én megváltom, nem az én beteg ágyam előtt áll meg, ezen túl volt. Azt mondta, az nem érdekes. Nem az én temetésemen áll meg, hanem a szétbomlott testem porai. Ha máskor nem, akkor a porom fölött biztos, hogy megáll. Még, arra, még azt se kérte Istent, hogy gyógyítsa meg, szabadítsa meg. Nem hallasz jobbtól egyetlen egy olyan imát, hogy ezt ad vissza, azt ad vissza, kérem a házamat, kérem a gyerekeimet, kérem ezt. Egyetlen egy ilyen imát nem hallasz. Egyet hallasz tőle, hogy biztos vagyok benne, hogy a megváltóm megáll a porom előtt. Valahol ezt hozza ki belőlünk a, a próba, a, 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 ez, a, ez, a, ez a harc az Istennel. Figyeljetek, az Ószövetségben is így volt, csak milyen romantikus történetnek olvassuk. Mindegyik között ott volt Jákob, küzdött az angyallal. Tehát miért küzdött, hogy a saját egóját föl tudja adni? Mikor lett belőle Izrael? Hát amikor föl tudta adni a Jákobot. Mert a Jákob mi volt? Egy simlis csaló. Mint amilyen én például. De ahhoz küzdelem kellett, úgy nem ment, hogy. És akkor a mai naptól legyél Izrael, menj el a hited megtartott. Tehogy is. Komoly küzdelem volt ahhoz. Ne higgyétek el, ez egy szemfényvesztés volt, ez egy hamis evangélium volt, ami azt mondta, hogy erőfeszítések és kudarcok és gyötrelmek nélkül, és utána meg, utána meg azt hitted, hogy nem vagy jó ember, mert, mert kudarcok élték az életedet, meg csődök értik az életedet, de hogy nes nem, hát pont, pont azért engedte meg Isten a, a börtönágyakat, a betegágyakat, a, 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 a csődöket, a, az anyagi csődöket, az erkölcsi csődöket, pont ezért engedte meg, hogy, hogy, hogy a harcban, ne az éned győzzön, hanem hogy egy ponton gyere át, vannak ilyen makacs fajzatok, mint én, vagy te, vagy te, vagy én, teljesen mindegy, keveseknek adatik meg, hogy szelíd lelkűek, akik, akik, akik egyszerűen az utolsó erejükig, olyan, olyan, megrögzött Isten képünk van, hogy az utolsó vérünk küzdünk, hogy fiatek, már rég az Istennel küzdünk, Rég az Istennel. Jákob azt küzdött, de figyeltek, a legvégén jött rá, hogy kivel küzdött de küzdött, amikor megkirántotta a csipőjét, amikor, amikor, kikerült a kezéből, amíg megvolt az ereje, amíg, amíg, küzdelem volt, addig az ember azt hiszi, figyeljetek, el kell jutnunk a vérfolyás, számtalan ilyen történet van a Bibliában, el kell jutnunk a vérfolyásos asszony példájára, vagy így, vagy úgy, vagy úgy, hogy mindenedet elköltötted és rájössz arra, de valahogy rá kell döbbenni arra, hogy az erődet, az erőd nem tud megváltani. És ez a kulcsa a kereszténységnek. Amíg mi majd megmutatjuk, hogy evangelizálunk, megmutatjuk, majd ha nem, akkor bevonjuk magunk mellé az álomot, majd a segít, stb. Amíg mi megmutatjuk, addig az embereknek nem fogunk tudni igaz evangéliumot hirdetni. És ezért fontos, hogy ezeket, ezeket, ezeket végigássuk. Amikor kijössz egy vallásos rendszer alól, kijössz egy, egy egy ilyen küzdelem után, akkor Isten mondja, a Rehobótot mondja, ugye ez a harmadik kutatár, a tágas tér, Ugye a Rehobótnak az a, az a különlegessége, hogy itt már, ha megnézitek majd és elolvassátok, nem, nem olvastam föl ezt a további szakaszt, de el tudjátok a 26. részben olvasni, ahol fölolvassa a kutakat és a rövid összefoglalóját. A Rehobótnál van egy újdonság, hogy ott már nem ember irányít. Tehát a tágas térnek az a lényeg, hogy ott már nem ember irányít. Ott eljön az a szakasz, amikor azt mondja, mint a Sidrák Misák Abednégon, hogy legyen meg a te akaratod. Figyeltek ezt az imát mi nagyon szeretjük mondani, csak megélni nagyon nem szeretjük. Kikerül a kezemből az irányítás? Nem én mondom meg, hogy mit csinálok? Fölborul az életem egyik napról a másikra? Miért van ez? Pontosan azért, hogy, hogy, hogy ne, ne te mondd meg. Ne te mondd meg. Sokszor mi meg vagyunk róla győződve, az egónak a legnagyobb paja, hogy saját magamat én ismerem a legjobban. Hadd hívjam fel a figyelmünket arra, hogy ez tévedés. A teremtőd jobban ismer. Ezért furcsa a dolog, amikor a 15 éves vagy a 14 éves kamasz gyereket veli a mellét, hogy mit vagy te, szülő, jobban ismerem magamat, mint nem, nem, nem. nem. Ez nem igaz. Ez csapda. Nem. Ugyanígy vagyunk Istenné is, hogy verjük a mellünket, hogy ezt akarjuk, de nem ismerjük magunkat jobban. Nem tudjuk. Ezért, ezért ezeket a dolgokat ö, vissza kell mennünk oda, ahol elmaradt. Ha valaki tágas térre, én reggeltegyszer úgy éreztem az életemben, hogy tágastéren vagyok, a tágas mindig úgy ért véget, amíg nem voltam tágastéren hogy egy szempillantás alatt. Nem volt átmenet benne. Egy szempillantás alatt. Egyik nap még egy megbecsült tagja voltam egy közösségnek, másnap meg becsukják rám a börtönajtót. Számon kértem az Istenen, hogy mit képzelsz te magadról? Szívesen levetíteném ezeket az imáimat nektek tanulság jelleggel. Rá se ismernétek. Olyan olyanok, mint a tiéitek, amikor fel voltatok háborodva. Csak én egy kicsit ilyen másképp fejeztem ki magam. És ezért fontos ezeken, ezeken túlmenni. Ha megálltál a próbákban, és nem fordultál vissza, és át tudod adni a te akaratodat, ami, a legnagyobb küzdelem, a leges legnagyobb küzdelem, Figyeltek a Szent Sátor három, nagyon érdekes három részből áll, a legnagyobb rész, a pitvar, az udvar, ahol három tárgy van, a zégáldozati oltár, a mosdómedence, kettő akkor. Égváltozati oltár és a mosdómedence. Ez a kettő van. Utána bemegyünk a szentébe, ott három tárgy van. A szent kenyerek asztala, a menóra és az illatáldozati oltár, és a szentek szentjébe pedig a fridlána volt. Figyeljetek, csak a, helyszín, a méreteket nézzétek meg. A pitvar a legnagyobb. Mi történik a pitvarba? Az égváltozati oltár és a mosdómedence, a bűnöknek a lerakása és a megtisztulás. Ez a legnagyobb terület. Itt tolonganak a legtöbben. A bemész az egy kisebb rész, a szenté, ott már ugye ott már az Isten igéjével táplálkozok, ott már túl vagyok ezen, ott az Isten igéjével táplálkozok, ugye a menóra, az olaj, a lámpás szintén ezt jelképezi, az illatáldozati oltár az pedig azt jelenti, hogy ott már nem büdöset árasztok magamból, hanem ott már, ott már jó illata vagyok az Úrnak. És a legkisebb része, a legeldugottabb része, az pedig ahol a fridláda volt. És ezért ugye óriási tolongás a pitvara. A pitvara a legnehezebb rész. Ezért akik azt ígérik, ezért a, például a hiperkegyelemmel, amiről ma, ma nagyon sok esetben szó mert úgy akarnak a gyülekezetekben létszámot toborozni, hogy mindegy, mit csinálsz, üdvözülsz. Na ez legalább akkor a hazugság, hanem nagyobb, mint a jóléti evangéliumban. Ez ugyanolyan csapda. Nem igaz, hogy mindent. Nem igaz. Mert ugye egyik azt mondja, hogy ezt is ezt meg kell csinálnod, akkor üdvözülsz. De szeretném elmondani, hogy akkor is el lehet veszteni az üdvösséget, ha ezt meg ezt nem csinálod meg. Például nem lehet Jézussal való találkozás nélkül üdvösségre jutni. Ezt még a Latornak is meg kellett tennie. A Lator nem keresztelkedett meg. A Lator nem jár bibliaiskolába. A Jator, Lator nem volt bűnvalláson, valószínű. A Lator nem járt egy napot, nem szolgált, stb. De a Latornak találkoznia kellett Jézus Krisztussal. Ezt nem úszta meg senki. És ezért ugye a tágas térre így jutunk, ha ezeken túlmentünk, és nézzétek meg, ez egy fokozat, ugyanúgy én, amikor Izraelbe viszek csoportot, az első útunk, amikor leszálltunk a repülőtérről, az a Szent Sátor másolatához vezet. Mert ha a Szent Sátort megértjük, akkor megértettük az Isten működését. Mert ez az egyedüli épület, amit Mózes, azt mondta, hogy úgy csináld meg, figyelj, nem azt mondja Isten, ahogy mondtam, hanem ahogy láttad. Az mit jelent? Ez érdekes kérdés, majd ott a jelenések végén meglátjátok, az Isten sátora az emberekkel van. Ez nem csak egy jelkép, hanem ezt a Mózes, ezt az építményt látta a mennyben. Mert azt mondja neki, hogy ahogy láttad. Hogy láttad. És és ezért ugye ezt meg kell érteni, hogy ez a legnehezebb része az életünknek, az áldozati oltár oda rá kell pakolni, el kell mondani, meg a mosdómedence. Ez egy hazamész fáradtan. Hányszor van úgy, vagy, vagy csak velem van, hányszor van úgy, hogy hónajszak ide vagy oda, én most nem fürdök átélted már ezt, remélem, vagy te mindig precízen mentél az zuhany alá, de hogy átélsz ezen, hogy annyira, hogy, hogy rágondolsz, hogy fűr, pedig jó dolog a fürdő, hát nagyon jó dolog a fürdés, tényleg, de hogy az ember, ah, nem, Persze, érzed meg, ez jó, ha egyedül vagy, akkor érdemes, de, de ha, ha tömeg van, akkor érdemes egy kis vizet magadra, de, de, de hogy, hogy, úgy volt van, hogy semmit, kész, semmit. És akkor reggel már alig vártad, hogy, 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 hogy valami, valami, valami víz folyjon rád. Na, ilyen ez. Ilyen ez, hogy amíg ezt az ember belülről belülől nem éri át, addig ez csak az Istennel való találkozás. Szóval miért változtatta meg minden találkozás Jézussal az akkori emberek életét? Egy prostituáltnak miért tudta megváltoztatni az életét? Mert átélte ezt a, belső, ezt a belső szabadságot, ezt a belső tisztulást. Nem lett egy prostituáltnak, ugye tágas tér, itt vagyunk ennél a kútnál, nem lett tágasabb a tere. Egy zakeusnak szűkebb lett a tere, másnap elvesztette a munkáját. Nem mehetett kiválmott szedni. És az embereknek a megbecsülése pedig másnap nem jött be, mert egész végig sarcolta őket éveken keresztül, másnap nem mondták azt neki az emberek, hogy de örülünk, hogy megtértél, áldjon meg az Úr. Hanem ugyanolyan mocskos trógernek tartották, mint előtte valónak. Az hosszú évek teltek el, talán, talán, és még nem is biztos, hogy valaha valaki megbocsátott. Szeretem hallani keresztényektől idézőjelbe ezt a mondatot, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Szép mondat, nem? igazi agapé szeretet átjárja, szeretlek, mert szeretlek. Hát ez azt jelenti, hogy nem bocsátottam meg. De jól hangzik, nem? Ha csak a mondat első részét megbocsátottam. Szoktam mondani, amikor mondjuk egy házasságtörés történik, és, és ugye a pál nyitva hagyja a lehetőséget, azt mondja, hogy nem fontos elbocs, el lehet, de nem fontos. Élhetsz vele együtt. Mindig szoktam mondani, hogy itt például, ha úgy döntesz, hogy vele élsz tovább, akkor itt például nem elég megbocsátani. Itt felejteni is kell. Mert az első adandó alkalommal, amikor nem neked van igazad, úgy oda dörgölöd az alá, hogy különben, oké, okay, hogy nem nekem van igazam, de te megcsaltál. És ez így megy 5 év, 10 év, 15 év, és a másik meg ott pusztul el a vádlásba és a károsztatásba. És ezért ugye a tágastéren túl kell mennünk ezeken a küzdemeken, és tágas tér, higgyétek el, akkor lesz Jézus, nem véletlenül mondja, hogy bocsáss meg, nem véletlenül mondja, hogy a rosszat jóval kell meggyőzni, nem azért mondja, mert ilyen csupa, ilyen zombi ökröt akar teremteni a föld, akik üttetjük magunkat, mint a hülye boxoló, hogy Ét van, ide is, is, még egyet ide, nem ezt akarja, hogy ilyen őrültek legyünk, csak tudja nagyon jól, hogy ezen a szakaszon végig kell, át kell menjünk, mert ha itt ragadunk, akkor egy... A, a, az én Agya Szent Egyházam pont ezt követte el, hogy most már 35-40 éve létezik, és a mai napig harci készültség van. A mai napig harci marcik vannak. Nincs, nincs meg a tág, pedig már, már megadatott a tágas tér, már, már megadatott a szabadság, már minden megadatott, mégis harci marci van. Miért? Mert, mert ezt a kutat nem akarjuk rendesen kiásni nem akarunk engedni a másik. Meddig tartana azt mondani valakinek, aki elmegy, hogy menj Isten, Isten legyen veled, vigyázz, az Úr őrizzen meg. Maga Isten mondja, hogy szükséges, hogy legyenek szakadások. Nem, mi emberek, nem szükséges, megőrizzük a gyülekezetünk egységét az utolsó csepp is. Hát majd meglátjátok, hogy nem. Meddig tartana megölelni a másikat, és azt mondja, menj, menj, erej, menj. Csináld, menj, vezessen az Isten. Te nem tudod, hogy engem hogy vezet az Isten, és én pedig nem tudom, hogy téged hogy vezet az Isten. Figyeljetek, nem, 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 is, tudunk szabadok lenni, nem is tudunk ezen a térre. Most kézzeljetek, van egy gyülekezet vezető, egy ezerfős gyülekezettel. Jól él, minden rendben van, és azt mondja neki az Isten egyik reggel, hogy pakolj össze, és menj el Timbuktuba. Csak, csak ennyi, ennyit mond neki. Na most mit mond ez az ember? Dicsőség az Istenek. Oda megy a gyülekezés, és azt mondja, testvérek, Timbuktuba megyek. Isten veletek. Mivel arra az emberre van épülve az egész gyülekezet, ezért mindenki összemegy, mint a zapszem lenne a hátsójába. Mi lesz most velünk? vége az Isten, meg semmi nem történt, csak szólt, és ez megtörténhet veled is. Pát, simán, pát, miért zavarták el? Nagyon szükség lett volna Jeruzsálembe, pát, irítségből zavarták el. Jó, menj csak, menj, vezess ott valahol Antioké alsón egy házi csoportot. És jót tettek Pállal? Jót tettek. József, miért, Józsefet miért dobták el? Nem lett volna szükség egy ilyen elmére otthon? Dehogy nem, miért dobták el? Irítségből. És a tágas akkor jutunk, át, akkor jutunk el, amikor ezeket meg tudjuk bocsátani. De esélyem, ezzel óriási küzdelmeink vannak, és sokszor nekünk keresztényeknek a megbocsátással nagyobb dilemáink vannak, mint e, nagyobb küzdelmeink vannak, mint más. Figyeltek én el nem tudtam volna képzelni, őszinte leszek hozzátok, mindig is az, nem az, az, voltam, de nem voltam, de mostanában az vagyok, és, és, és látom azt, hogy, hogy szóval megdöbbentő, megdöbbentő dolog ez, hogy, 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 ilyen mértékig belefolyunk egymásnak az életébe, és nem tudjuk azt elfogadni és tisztelni, hogy egy másik embert az Isten személyesen tud vezetni, és nem azon az úton, ahogy engem. Szóval belegondoltok, a, tizenkét 12 testvérből 11 azt gondolta, hogy végre elpusztítottuk Józsefet. Tizen éven keresztül hazudtak a saját apjuknak. Minden reggel az a Jákob fősajtot, és azt mondta, hogy hol van az én fiam apám, hát hányszor mondjuk el, megölte a vadállat. Ezek belehazudtak minden egyes nap az apjuk szemébe. Minden egyes nap. Senki nem írt táviratot, vagy egy SMS-t Józsefnek, hogy hogy vagy. Azt se tudták, hogy mi van vele. Nem is gondolták volna, hogy él. Most ebből a pozícióból nézd meg, hogy Józsefen mekkora kihívás volt. Hogy ebből a pozícióból kellett azt mondani, hogy Isten áldjon meg benneteket. És figyeljetek, még egy dolog történt fel, hogy miért került a Potifár házába. Azért, hogy vezető lelkész legyen? Nem azért hanem azért került, hogy azzal a hatalommal, míg az Isten nehezítette a dolgát, hogy azzal a hatalommal, amit az birodalom második embereként kapott, hogy fog bánni a testvéreivel, ezért az egy pillanatért lettő Potifárnak az embere. Mert amúgy anyagilag ez nem volt részletkérés. Hogy azzal a hatalommal, egészen más, hogy én a falu végén lakom, és akkor majd megváltoztatom az országot, Ugye ezért mondja a Biblia, hogy a mindenkori vezetőitekért imádkozzatok. Még ha neked nem tetszik, akkor is miért? Mert egészen más pozícióból látotta a dolgokat. Nem, azért, nem azt mondja, hogy szeresd, meg hogy imád, meg hogy lép be valami párba, hanem azt mondja, hogy könyörög, imádkozz. Imádkozz, hogy lássa, hallja meg, amit meg kell halljon és ezért a rehobot egy tágas tér, és ha megálltál a próbákban, ugye aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül a kérdés, mit akarsz üdvözülni, és ez ma a kereszténységnek a nagy kérdés, hogy üdvözülni akarunk, vagy itt a Földön boldog keresztényeknek lenni. Ez egy nagyon nagy kérdés. Természetesen a jóléti evangélium azt mondja, hogy boldog keresztény leszel. Amíg élsz. De ez nem igaz, ezt átéled nap, mint nap. Nem igaz, imádkozó saját magadért, hogy a nátha hagyjon el, aztán még jön a ménkű is, nem csak a nátha. Egyikből a másikba. És ezért ez egy nagy kérdés, hogy a tágastért Isten azért adja, hogy levegőhöz jussz, de akkor, amikor már tudod engedni, hogy az Úr tud hozzád szólni, az Úr elfogad, megérted, hogy elfogad, megérted, hogy ő cselekszik, bízol benne, megismertet, kibe tudsz bízni. Ma elmondjuk sokszor, hogy bízunk benned, Istenem, testvérem, nem tudsz benne bízni, amíg nem ismertet meg. Nem tudsz benne bízni. Akarni akarhatsz, de nem tudsz benne bízni. Lehetetlen dolog olyanban bízni. Olyanban bízni. Figyeljetek, most oda jön hozzád valaki, és azt mondja, hogy vigyázok a bukszádra. Ki tudod próbálni, ha, de nem javaslom. Állíts meg az utcán egy embert, adod, hogy vigyázz rá. Kinek adod oda? Annak vagy, vagy édesapádnak? Hát ez egy egyszerű történet. Nem tudsz benne bízni. Elmondhatjuk mi a szánk, hogy bízunk benne, Uram, hiszünk benne, hiszek egy Istenben, mindent elmondhatsz, hiszek egyet is, ha nem ismerted meg, nem fogsz tudni benne bízni. Ezért a tágastér akkor van, mert úgy jutsz levegőhöz, hogy végre, ezért nem lehet, hogy az ember élete egy harc. Én ebbe fáradtam bele a szellemi haz, hogy mindig harc, én nem tudok ebből a két frányak útból kijönni, hogy nem lesz olyan, amikor, amikor élvezem az Isten jelenlétét, élvezem az Isten dicsőségét, élvezem azt, hogy nem lehet egy ilyen pillanat a Földön, ez nem igaz. Hát ez lehetetlen dolog, hogy nincs ilyen. Hát van ilyen, csak ahhoz nekem is kell engednem a saját ötleteimből, és azt mondja, hogy törekedj a békességre, a gyűlölsz, olyan, mint egy hullát hordoznám magadon. Tudjátok, nagyon érdekes, hogy sokszor én is rájöttem, hogy akit én gyűlöltem, ő már rég elfelejtette, hogy én gyűlölöm, de én még mindig nem felejtettem, és mindig ott ébredtem vele. Jobban benne volt a házasságomban, mint a feleségem. Mindig arról beszél, szóval ez, 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 egy, ez egy, saját érdek, hogy ezt az ember elengedje, és figyeljetek, számtalan alkalmunk adódik arra, hogy gyűlölhessünk. Ezért ez nagyon fontos, hogy küzdöttél, és, 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 hogy legyenek megpihenési idők. Azt mondja Isten, hogy nem hagylak feljebb kísérteni. És tudjátok, ennél a kútnál egy változás történik az ember életében, megszűnik a civakodás, a vita. Miért szűnik meg a civakodás, a vita? Ezt sokszor mondják azért, mert megalakul a Földön, majd az Isten országa. A Földön az Isten országa soha. Ebben a formájában nem fog megalakulni, egy új ég és egy új föld lesz Ebből a világból soha nem lesz Isten országa. Ezt maga a Biblia rögzíti le. Azért szűnik meg a civakodás a vita, mert te kiszállsz belőle. Nem azért szűnik meg, mert a világ megtér és megújul és megvál, hanem azért, mert te kapsz arra hatalmat és erőt, hogy te ki tudsz belőle szállni, és ezt nem tudod megtenni önerőből. Egy gyűlölet kapcsolatból nem tudsz kiszállni önerőből, hát adok, kapok. Hát hányszor imádkoztam én is úgy, hogy Uram, a szemet szemér fogad fogér elvet, csak egy húsz percre, nem kérek sokat, egy húsz egy, egy perc, hogyha visszaállítanánk, csak hogy, hogy amíg, 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 amíg kiütöm a fogát, vagy ő az én, mert mindegy, csak valami történjen, valami előrelépés. És aztán azt mondja, hogy nem ez a megoldás. Figyeljetek, a mai napig érted. És figyelj, amíg érthetetlen, amíg érthetetlen a szívednek, mert az elmédnek mindig érthetetlen marad. De amíg a szívednek érthetetlen ez a mondat, például, hogy a, a rosszat jóval győzd meg, addig javaslom, hogy ne a harmadik útásásán gondolkodj. És ezt nem azért mondom, meg magamnak is mondom ezt természetesen, mert különben nem fogjuk megérteni, hogy mi a tágastér. A tágastérben nem a gyűlölet szűnik meg, ezen a világon a gyűlölet nem úgy megszűnik, hanem fokozódni fog. Ahogy Nagyferő mondta, a drámai feszültség. eljutunk a hét csapásig, amikor már menthetetlen lesz minden és mindenki. Hanem ezen a ponton azok tudnak kiszállni, azt mondja, hogy a jövő, kinek a, kié? A béke emberé, aki kiszáll, nem azért, mert békét teremtünk, hát esélyem ezért hittük el a szellemi hazam, hogy majd tudunk békét teremteni, nem tudunk, Jézus nem tudott békét teremteni, azt mondja, hogy nem is azért jöttem, hanem azért jöttem, hogy akik hinni akarnak bennem, azoknak adjak egy, be tudjak mutatkozni, és azoknak akarok bemutatkozni, és természetesen ezt látni fogja mindenki, de nem azért jöttem, nem akarok én, azt mondja, akik elfogadnak, megismernek engem, azokban miért lesz békesség, hát mert kiszállnak, kiszállnak a buliból, te szállsz ki belőle. Nem, az egyház vagy az Isten való kapcsolat, az nem független, hogy te csak, te csak, kész és töltik beléd a jót. Nem olyan, mint egy italautomata, hát még abba is be kell dobnod a pénzt. Hanem egyszerűen te is teszel érte, te szállsz, ezért mondom, hogy az áldás az a döntéseidnek az eredménye. Ez olyan szépen hangzott, hogy ágy meg Uram. Ezek voltak az ágy meg Isten klubok. Ágy meg Uram. Hát hogyan? Úgy, hogy te fekszel az ágyba? Hát hogyan? És ezért ezek, ezeknek részesei, ö, ö, részesei vagyunk. És itt megszűnik a civakodás, a vita, mert te kiszállsz belőle, mert elhiszed, miért szállsz ki belőle. Ugye a hit az nem az, hogy hiszek abban, amit akarok, hanem a hit az azt jelenti, hogy hiszek Isten igényében. Ha Isten azt mondja, hogy a jót a rosszat jóval győz meg, akkor ez egy érdekes kérdés. Akkor megvárom még, ezt megértem, csak szeretném jelezni, hogy ebbe a földi életedbe, se tessej, ezt nem fogod megérteni. Miért kéne, miért kéne egy alattomos zsivány embernek engem, nekem jóval meggyőzni? Miért kéne egy olyan, aki, a, tudjátok, milyen megrendítő jelenetek ezek, és, és az ember a mai napig e, e, ilyeneket néztem most ezelőtt, a, e, mikor készültem, hogy volt az a jelenet Amerikában, amikor a, a, a gyilkos kivégezte egy családnak a gyermekét, de nagyon brutális keretlenséggel. És a tárgyaláson oda megy a szülő, és azt mondja a gyilkosnak, hogy megbocsátok. Figyeltek, ott, ott a jog felmondta, a, figyelt, én a bíró arcát figyeltem, a jog megszűnt. Felmondta a szolgálatot a jog. Nem tudtak rá mit mondani. Ügyvédek, megnémult a terem. Mert bejött valami olyan, ami amúgy ezt a világ mindenséget még a mai napig fenntartja. Mert ezt nem a római jog tartja fenn, meg az ilyen, meg az olyan jog, hanem az a, az a, az a, az a tíz parancsolat tartja fenn ezt a világ mindenséget. És bejött ez, a, ez, az, ez az egy mondat, hogy oda ment, és figyeljetek, kézzétek el, mi zajlott le abba az emberbe, még eljutott eddig a pontig, hogy, hogy brutális kegyetlenséggel a, 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 gyerekét, akit a szíve alatt hordott, az ott van, a, ott van az ember, és tudjátok, mi lett ennek az eredménye? Elítélték, nem változott semmi, látszólag, de abba az emberbe, aki az élete végéig börtönben lesz ezért a... Sőt, talán ha olyan államban van, lehet, hogy kis végzik, mert ugye még néhol van ilyen. De egy valami, egy valami lehetőséget kapott az Istentől, hogy meg tudjon változni. És az Isten mindig egy nézi, az Isten nem világtörténelmet néz, nem mohácsi vészt, meg ilyeneket néz, hanem az Isten azt nézi, hogy az üstörténetet, hogy tudjuk mi megfutni. És ezek a pontok, az Isten, amikor lenéz, a jelenések könyve pont erről szól, nem arról szól, hogy hogy mikor lesz az elragadtatás, hanem arról szól, hogy te azt az időszakot, amikor a, az észek és a szitnak kutatásod, akkor te képessé válsz -e arra, hogy az ellenségeddel jót tegyél. Amúgy ez egy baromság nekünk, ha emberi szinten nézzük, ekkora ökörséget a Föld nem hordott a hátán, hogy az ellenségemet én nem leütöm, hanem, hanem jót teszek vele. Mert az emberi elme nem tud tovább jutni. de azt mondja az Isten, hogy értsd meg, ezt a saját érdekedben mondom. A saját érdeked, és persze, hogy nem értjük meg. Ezért azt mondja az Isten, hogy nem lehet aggyal, akarattal megérteni az Istent. Kizárólag szívvel lehet megérteni az Istent. Egy szerelmet nem lehet aggyal, ezért sokszor mondják, nézem ezeket a mai álompárokat. Hogy tudjátok ezek a két szerelmek. Ú, már, két éve. Ö, ö. Hát tudjátok, van ilyen ma, elég, ú. Gázszerelők is becsajoznak, tehát van itt minden. Van itt minden. Csak azért mondom, hogy nem ilyen, hogy két percig tart, hát sokszor mondják, hogy elmúlt a szerelem. Testvérem, az a szerelem, amit elmúlt, az nem volt szerelem. Tudom, hogy ez szörnyű beismerni az embernek 40 évesen, 50 évesen, de jobban jársz, ha beismered, mint hogy nem ismered be, és is egy álomvilágba ringatod magadat. Az nem volt, mert vannak dolgok, amik nem múlnak el, nem tud elmúlni. Egy bizonyos dolgok nem tudnak elmúlni. Az vagy van, vagy nincs. Az igazság se tud elmúlni. Mit mond az Isten az igazságról? A legvégén csökken, hanyatlik, aztán egy nyamvat pont marad belőle, meg egy vesző. Nem ezt mondja, hanem pont folytva mondja. Azt mondja, még a pont, meg a vesző sem múlik el belőle. A hozzáállásunktól függ, hogy mi múlik el, vagy mi nem múlik el. Ezért a Rehobot egy ilyen tágas, tágas tér, és Izsák kiszállt ezekből. Inkább figyeljetek, hogy nem tudjuk, hogy Izsák kiszállt, a, ahogy mondtam nektek, a kút abban az időben, aki kiásta, azért volt a tulajdonjog. Egyértelmű a Bibliában, hogy kiásta, azt mondja, hogy kiásta ezeket a kutakat, Ábrahám az ő atya. Halállal megörökölte Izsák ezeket a kutakat. Ezeket a kutakat elvették a tulajdonát Izsáknak, amikor betemették. És figyeljetek, Izsák hogy reagál erre? Tovább. Még. Azt mondja, hogy gyerekek, de amúgy különben tök észszerűtlenek voltak a filiszteusok, néztek a gyűlölet milyen, betemették az élő vizet. Legalább annyi eszük lett volna, hogy elzavarják Izsákot, és nem temetik be. De a gyűlölet nem észszerű, pontosan ez mutatja, hogy észszerűtlen a gyűlölet, mert figyeljetek simán, hát egy okos filiszteus mit csinál? Nem temetem be, takarodja Izsák, ütöm deszkával, amíg mozog az Izsák, de nem temetem be a kutat. Mert abban van a víz, ez abban a korszakban létkérdés. létkérdés. most könnyen vagy, mert megnyitod a csapot, és jön a víz. De majd a hét csapásnál nézzétek meg, hogy pontosan az, az a, a lételemünket adó dolgok fognak először megváltozni. Azt mondja, hogy a vizek megfertőződnek. De figyeljetek, nem a felszíni vizek, azt mondja, a mélyen lévő vizek is meg fognak fertőződni. De ott hiába nyitod meg a csapot, nem lesz, nem lesz miből ásványvizet csinálni, mert nem lesz víz. Tehát nagyon megdöbbentő dolgok. Figyeljetek, azért létkérdése ez, mert az elpecsételés az azt jelenti, hogy be fog lépni Isten megmagyarázhatatlan természet fölötti cselekedete. Ha hát magyarázzátok meg, hogy Izsák vetett azon a földön, ahol szárazság volt, és aratott százanyit, és a többiek miért nem arattak? Hát ugyanúgy vetettek a többiek is, nem volt mindegyik lusta, szorgalmas emberek voltak, de mégsem tudtak aratni. Miért? Mert pont ezt akarta megmutatni Isten, hogy ez a különbség a ti akaratotok és az én belépésem között. Az elpecsételés nem egy olyan lesz, hogy tartozol valamelyik gyülekezethez, hanem az elpecsételés az az lesz, hogy azért leszel elpecsételve, hogy be fog lépni a természet fölötti az életedbe. Mert ugye adni-venni nem tudhatsz, mert ugye azt mondja a másik pecsételő, a másik nagy pecsételő, hogy azok nem fognak, ad, akik nem veszik föl, nem adhatnak, nem vethetnek. Hát olyan szörnyű, tegnap is bementem, hogy veszek valami kaját, milyen jó lett volna leülni a székre, és nem tudtam leülni a székre. Mert ki van írva, hogy nem ülhetek le a székre. Úgyhogy ma egészséges vagyok. De ezt hiába mondom, hogy meg, mert most, mert most ilyenek vannak. Hát tesőre, a szemetekre történnek meg olyan dolgok, amiket nem tudsz értelmezni. Hát ennél csak mélyebbre fogunk ásni. Ennél még mélyebbre fogunk ásni. És ezért, ezért itt ez egy, ez, egy, ez egy, létkérdés volt, hogy Izsák kiszállt ezekből, és inkább új kutakat ásott a felesleges vitákkal. Hidd el, amikor belekeveredsz egy éves vitákba, vagy több éves vitákba, akármennyi pénz múlik rajta, vagy akármi száj ki belőle. Ás inkább új kutat. Száj ki, hagyd ott. Mit érsz azzal az ingatlannal, vagy azzal a vállalkozással, amire rámegy az életed? Semmit az égattó világon nem érsz. Hajdott elegánsan, hajdott. Amikor azt mondta Istennek, hogy verjétek le a port a lábatokra, az még egyszer az nem azt jelentette, hogy utáljátok meg azt a falut. Mert utána, ha ezt jelentette volna, akkor Jézus jóvá hagyta volna, amikor tüzet akarnak lehozni. Tüzet erre a falura is, meg még arra a 15-re, ami rajta van az Excel táblázatban. Nem ezt mondta Jézus, hanem azt mondta, hogy emberek, ez, én, én soha nem gondolkodtam ilyenbe. Ez a ti lelkületetek, ez nem az én lelkületem. És azért hagyd ott, engedd el, légy tovább, így tudsz kilépni. Ez jelenti a tágas hogy szabad vagy. Betömik a kutat, nem számít. Miért nem számít? Miért nem számított Izsáknak? Hát mert már kétszer rájött arra, hogy végül nem olyan ügyes, nincs egy vízdetektor a kezébe, hanem rájött arra, hogy neki csak egy feladata van, hogy ásol. Figyeljetek, ha Izsák fölfelé kezd el ásni, ott is, ott is víz lett Értitek? Nem az izsákon múlott, az izsákon csak az múlott, hogy ásott. Nem az múlott rajta. Ezért mi a jól megtervezzük, első lépés, második lépés, harmadik lépés. Istenem, hány vállalkozásomat megterveztem már? Tudjátok, melyik működött, amelyiket nem terveztem meg? Persze kell benne józanság, én nem erről beszélek, de, de ezek, a, ezek a öt éves tervek, három éves tervek, tíz éves tervek, ma már milyen tervek vannak? Két órás tervek, mert igazániból nem tud, hogy mi történik három óra múlva. Azt mondja Isten, hogy napról napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istenek. Mikor vagy te igazán, vagy mikor vagyunk mi igazán hívők, amikor reggel fölkelünk, és azt mondjuk, hogy Istenem, lehelyezem a kezedbe az életemet, és akkor hálás tudsz lenni mindenért. Nekünk már azért örömmel kéne fölkelnünk, hogy vagyunk, hogy létezünk, hogy élünk, hogy veszünk levegőt. Hát ha legalább annyira tudnának örülni az emberek ennek az igének, mint annak, hogy ki lehet ülni újra a teraszra. Hol vagyunk ettől a gondolatmenettől? És ezért, ezért ez, ez, nem, fog kimaradni, nem fog kimaradni, én úgy gondolom, hogy egyikünk életében sem. És ugye, Izsák, amikor engeded legyőzni magad Istennek, élek többé nem én korszak, akkor jön a tágas Amíg nem engeded magad legyőzni Istennek, nem tud jönni tágas tér. Mindegy, hogy ki mit ígér. Ki hányan rakják rád a kezedet, hányan bőtölnek érted, teljesen mindegy. Amíg nem engeded Istennek magadat két vára fektetni, addig nem. Addig nem. Tudjátok, én birkoztam, és a birkozás egy elég szabályszerű küzdelem. Ott két vára kell feküdni ahhoz, hogy győzzen a másik. És nagyon sokszor olyan helyzetben voltam, hogy, hogy az egyik vállam már nem volt, a másik nem. És borítékol volt, hogy elvernek, mert hát éreztem az erőfölényt. De majd beledöglöttem, belilultam, nem kaptam levegőt. Mondom, akkor se teszem le a másik vállamot. Le kellett volna rég tegyem, mert én annyi, hogy három percet tovább fúdokoltam. Ennyi történt. És most értetek, ugyanúgy két vára fektettek, nem mondhattam el a végén, hogy de engem csak három perccel később fektettek ki, tehát nem teljesen mindegy. Elvertek, mint a lovat. Ennyi a lényeg. Ennyi volt a lényeg. Lehet büszkékedni, hogy két perccel később vertek el, ugyanaz, mint a magvetőbe. Az én magom nem az útféle holdo, szóródott, hanem a, csak az élet viharai folytottak el. Nem mindegy. Nem mindegy, milyen vihar, hová hullott. Ha nincs mag, akkor tök mindegy. Figyeljetek, ez a csőd ebbe, hogy mindenki, hogy olvassa a megvető példázatát, jaj, jaj, ja, az útfélék lévők a legrosszabbak. Miért a legrosszabbak? Miért? Akinek megfojtja a tövis, az mivel különb? Akinek a nap kiégeti, mivel különb? Kimaradt talpon, amelyik jó földbe hullott. Ez a négyből egy. Ezért Isten mit jelent ez? Isten mindig világos utakat ad. Nem ilyen, meg olyan, meg amolyan, hanem teljesen világos utat. Ez a haladás irány, hogy ezeken végig kell menni. Az eskü, a sibák a legutolsó kút, ez az esküt jelent, ugye az eskü kutya. Ha itt elolvasátok Isten és Izsák, meg Isten és Izsák beszélgetését, ez egy nagyon szép beszélgetés. Amikor az Isten úgy kezdi, figyeljetek, amikor megjelenik az Isten, és az Isten a következő, nem azt mondja, hogy már nem kell bemutatkozni az Istennek, nem kell konferenciát szervezni, hogy megis ismerd meg az Istent három nap alatt, öt lépésben. Megjelenik az Isten, és féljetek, így kezdi a mondatot. Ne félj! És utána az Isten tulajdonképpen egy esküt tesz, amit már tett Ábrahámnak is. Isten megismétel egy esküt Izsáknak, mert azt mondja, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Tesvéreim, a hitünknek ez a célja, és az elpecsételés a jelenések könyvébe, amit majd, amit talán valamikor pár héttel ezelőtt megnéztünk, annak pont ez a lényeg, hogy eljön az a pillanat, amikor ha átadod magad, figyelj, ha nem adod át magadat, akkor az életed végig lehetsz te a magad ura, de nem tudsz, nem tudsz az Istennel járni. Ha átadod magadat, és a vallás mindig ettől választ el, az átadástól a vallásba, inkább átadjuk magunkat sablonoknak, ideológiáknak, szokásoknak, hagyományoknak. Hát tesőreim, úgy ünnepeljük, féljetek, értsetek, féljetek, semmi gondom, nincs a karácsonyal. tök jó dolog, nem kell menni dolgozni, profi beglicsütnek a lányok. Uh, uh csak jó dolgot tudok elmondani a karácsony. Ajándékot kapunk, csak jó dolgot, jó, kell venni is, de az belefér, mert jobb adni, mint kapni, de jó dolgokat tudok elmondani. De nézzétek -e, a vallásos világ nem tágítettől, akkor is Jézus karácsonykor született. Mindegy, hogy mit mond az ige, nem? Hát ha akkor született, akkor született, kész. És ez megosztja a vallásos társadalmat, mert az egyik azt mondja, hogy de hát ez nincsen. nincs. De, már, de akkor is. Mindegy, csak ünnepeljük. Hát figyelj, az, hogy az Úr veled van, az tulajdonképpen minden nap egy karácsony. Tehát ez egy szörnyű dolog, hogy Szenteste figyeljetek meg a karitatív dolgok, az ételosztások elindulnak novembertől, és akkor az január egyik, és a februárban már mindegy, hogy kidöglik éhen, mert akkor már nincs karácsony. De decemberben ott, ott szegény hajléktalanok gyomorrontást kapnak, mert, mert minden az utcasarkon babgulyást nyomnak beléjük. Hogy februárban, márciusba, mit tesznek? Kit érdekel? Karácsonykor legyünk ott, megszentültetjük magunkat, és boldogan élünk, amíg ugyanez, új év. Új éve van vége, ott még bedobod a, meg én is, meg mindannyian bedobtuk a nagy ígéreteket, ugye az új évit, majd hónap kezdjük, azóta is ez megmaradt, ebbe igazat mondtunk, hogy hónap kezdjük, mert ez így volt, csak még mai napig érvényben van. És ezért ugye eljut az amikor a, te, a tágas tér, ugye nagyon érdekes, hogy az eskü előtt az Istennel való valóságos, amikor az Isten tulajdonképpen mi az elpecsételés, az Isten a tulajdonának te, tekint. Ugye az mit jelent, hogy úgy vigyáz rád, mint a szem. Tudjátok, ezek az igéket mi még nem tudjuk megérteni, hogy olyan vagy nekem, mikor Isten bókol, olyan vagy, mint a szemem fénye. És akkor te jössz ilyen jó, mély depressziós állapotodba, hogy ja, a szemed fénye, ja, az, ja, az a 20 meg nem lehetett átküldeni mi. Ja. Hát nem, így vagyunk vele. Jó, ja, nem lehetne meggyógyulni most, miért? Ja, de szemet fényepe, pe akinek akar. Ha valahogy így. És akkor Isten, azt, hogy ezt itt tudod megérteni, hogy a kivezet a tágas és a tágas mikor már, mondjuk mit a tágas hogy kapok nagyobb szabadságot. És figyeljetek, Izsáknál, a nagyobb szabadságnál a tágas ugyanúgy betemették a rehobot kutat. Az utolsó kutat nem temetik már be, azt nem tudják. Az kikerül az emberek kezéből. Amikor az Isten esküdt melletted, akkor senki és ezért szoktam mondani, hogy nem az a lényeg, hogy te tegyél az Isten mellett esküt. Ez egy szép dolog. A házasságban kinek kell kimondani az igen? Csak a férfinek? Mm -mm. Én még nem voltam ilyen esküvőn, csak az, egyik, csak az egyik. Másikat még nem kérdezzük meg, mind a kettőnek ki kell mondani. Amikor az ember esküt tesz az Isten mellett, utána az Isten is esküt tesz. Figyeljetek az ígéretek soha nem úgy voltak, hogy Isten előre adta. Az ígéretek mindig mikor voltak? Hát, később jöttek az ígéretek. Később jöttek az ígéretek. Te se csinálsz olyat egész életedbe, hogy mindig előre mindent megadsz, és majd utána kell teljesíteni. Van olyan munkahelyen dolgoztok, ahol előre adják a fizetést? Három hónapra? Mert akkor adjátok át egymásnak a címét, mert akkor lehet, hogy többen mennének oda. Nincs. Sőt, mikor kapod a fizetésedet? Már rég ledolgoztad a hónapot. Ha tizedékén kapod a fizetésedet, akkor már tíz nappal többet dolgoztál, mert akkor már a következő hónapra dolgozol. Ezért nem véletlenül mondja, a Biblia nagyon érdekes, hogy az Isten össze tudja húzni, két dologgal, két, két helyzetbe húzta Isten össze nagyon-nagyon a szemöldökét, és abból szeretném elmondani, hogy az egyik az a visszatartott bér volt. Majd olvassátok el a visszatartott bérrel kapcsolatban, mit ír az Isten. Jó, ezért ugye ez a kút, ez az, hogy méltó vagy a szövetségre, esküt, védelmet kapsz, onnan tudod, hogy a kút már nem temethető be. Ugye ez, az, ez a jelenések könyvében az elpecsételés. Ezért mondtam nektek, hogy a Biblia egymást erősíti. Tehát a kutak pont azt elősítik, hogy az utolsó kutat nem fogja senki betekni. Kikerül az emberi kézből, az az életszakaszod. Izraelnek a Gósem földjén kikerült az élete, az egyiptomi, a legnagyobb birodalom hatása alól kikerült egy, bocsánat, és ne értsetek félre, de egy állati vért húztak az ajtó és ez a vér, gondoljátok, hogy a vér miatt került ki? Testvéreim, ez a vitama a vallás és az élőhit között. Nem a vér miatt került ki, hanem az miatt került ki, hogy engedelmesek voltak Istennek, és ha Isten azt mondta volna nekik, hogy rajzoljatok egy szívecskét az ajtófélfára, és azt megteszik, akkor az történik. Persze van jelentősége a vérnek, de maga mi, kinél került ki különben, akik megtették ezt? Észszerű cselekedet? Elhitte ezt ott valaki? hogy majd nem fog minket, tehát az egész egyiptomi birodalom ellenük fordult. Vagy mindenki meg akarta őket ölni, és figyeljetek, egyeknek se lett bántodásuk. Vagy ugyanaz a pusztában, kézeljétek el az első pillanatot, mindig legyetek vizuálisak, lehullik a manna. Mi az első pillanatban a reakciójuk az embereknek? Hűtőtáska, mi van még? Hűtőkocsi, Gorenye hűtő Ausztriából, stb. miért, hogy bespájzoljunk belőle. Ez az első. Isten szólt hogy nem kell, minden nap fogom adni. Elhitték az Istennek? Nem hitték. Nem hitték el. És ezért ez a kút, ez már egy olyan kút lesz az eskü kútja, amikor méltóvá váltál a szövetségre. Nem, nem Isten már vált, vált méltóvá a szövetségre, hanem én meg te váltam, vagy te vagy én váltam méltónak a szövetségre. És egy olyan védelmet kapsz, amikor Isten nem... Tesélyem, amikor itt vallásosság meg élőhit között vacilálunk, az pontosan ez a dilema megy, hogy, hogy, hogy a vallásosságtól nem kapsz védelmet. Nem kapsz védelmet. És ezért nagyon fontos ez a történet, hogy, hogy ezért ugye az ásás mindig a nehéz időszakokból is áll, és az elpecsételés pedig ugye akkor történik meg, nem véletlenül a jelenések könyvében is a vége felé történik az elpecsételés. Isten megtette volna azt is, hogy Ádámot és Évát elpecsételés kész, és semmit, senki nem tud vele semmit csinálni. De akkor egy zombi emberek lettünk volna, egy robotok lettünk volna. Nem mindegy, hogy valakitől félsz, vagy valakit tisztelsz. Nem mindegy, hogy valakit félelemből szeretsz, vagy szívből szeretsz. Ez egy óriási különbség. Nagyon nagy különbség. Ha kellett már féljél valakitől, rettegél. Apám alkoholista volt, és amikor láttuk azt, hogy hajnali egy óra van, és nem jön haza, akkor tudtuk, hogy balhé lesz. Akkor anyámat veri, jó esetben minket nem, de akkor nagyon nagy balhé lesz. És figyeljetek, egyszerűen annyira féltünk, hogy nagyon, nagyon szörnyű ez, de őszintén mondom nektek, hogy sokszor azért imádkoztunk, hogy ha lehet, akkor, akkor halljon meg, hogy ne jöjjön haza. Tehát olyan mélyre hatolt belénk a félelem, pedig nem ölt volna meg bennünket, csak jól el volna, de mégis olyan mélyre hatolt a félelem, hogy az ember egészen másképp viselkedik félelembe. Ezért mondja, hogy az Isten fiainak a másik jelképe az, hogy szabadok. Mi nem félnek. Ezért te mikor nem tudsz félni? Hát, hogyha megismerkedtél az élő Istennel. Amíg szabályok közé vagy szorítva, addig addig, attól függ, hogy milyen erővel követelik a szabályokat. De az mindig félelmet kelt, mindig félelmet kelt, a, mindig félelmet kelt az emberbe. Ezért ugye el fogunk jutni ennek a folyamatnak és ennek a kutásásnak az a lényege, hogy vedd észre és ne aggódj, hogy végig kell menni egy folyamaton, és el fogsz jutni addig a kutig, amikor Isten esküdtesz melletted, azaz elpecsétel, ugyanezt erősíti meg a jelenések könyve, amit itt Izsák történetében megtudunk, és az, ásás mindig nehéz időszakokból is áll, de, de ennek mindig a célja, ezért mondja azt Isten, nem azt mondja, hogy elpecsétellek, aztán csinálja, amit akarsz, hanem azt mondja, hogy mindvégig azt tanácsolom, hogy maradj kitartó és maradj állhatatos. Olyan szép a Sinder listájában az a jelenet, amikor azt mondja az egyik fogolja másiknak, hogy nem bírom tovább és ugye ilyen villamos kerítésekkel voltak körbe kerítve a hallatában, és azt mondja, az egyik, a másik nem bírom tovább, neki szaladok a kerítésnek, nem is fogok fájdalmat érezni pillanatok alatt agyoncsap az áram és meghalok. És akkor a, a másik nem tud, nem kezd el úgy beszélni, hogy, hogy ne, meg, e, semmit, semmit nem mond. Nem hozza oda Istent, pedig ezek zsidó emberek voltak, hanem azt mondja, hogy azért nem tanácsolom, hogy neki fuss, mert nem tudod, hogy holnap mi történne. És akkor másnap ugyanezt elmondja neki. És tulajdonképpen mit csinált? Nem tudta meggyőzni, de életben tudta tartani. A legvégén mindannyian elalszunk. Azt mondja, hogy az egyikek mélyebben, a másikak elszúnyadnak. De Isten fog bennünket életben tartani. Azt mondja, hogy a legvégén nem fogja egyik tanítani a másikat, aztán nem fogjátok egymást tanítani. Ezek a, ezek a mostani formák, ezek így, ahogy az életet bedőlhetett egy nap alatt, így, ahogy ez a világ bedőlhetett egy nap alatt, így a vallásos szokásaink is így egy pillanat alatt bedőlhetnek. Mert ma még csak azt tanácsolták, hogy ne jöjjünk össze. Lehet, hogy holnap már azt mondják, hogy nem jöttök össze. És ezért ugye létkérdés, hogy aki nem ment keresztül ezen a folyamaton, nem voltak megpróbáltatásai, azt mondja, hogy korcsok vagytok. Ha nem fenyítenélek és nem intenélek benneteket, korcsok maradnátok. Tudjátok a próba, ilyenkor mi könnyen vagyunk, hogy próbán mentünk keresztül. Szoktam mondani, hogy ugye a, a, van egy örökzöld növény, és van egy lombhulató növény. Mikor derül ki a különbség köztük? Télen. Nyáron gyönyörűen ragyog mindenki. Télen derül ki a különbség. Mert télen csak az egyik ződ, a másik az megy aludni. És ezért ugye ezeknél a kutaknál ez, ezen a folyamaton végig kell menni, és akármelyiknél is vagy, ha tágas téren vagy, akkor az az üzenetem neked, hogy ne fuvalkodj föl, hanem agyhálát, aki áll, az vigyázzon, nehogy elessen. És mindannyian egy pontot várunk, hogy az Isten, ahogy Egyiptomban Izraelt, ahogy a pusztában Izraelt, Isten természet fölötti beavatkozása, a Föld olyan történelmet fog produkálni, hogy csak az Isten természet fölötti beavatkozása fog bennünket megtartani. Azért kell most legyőzni az egónkat, mert abban a természet fölötti megtartásban egyikünket akármire vittük az életbe. Akármire vittük. Figyeljetek, testvéreim, most egyik pillanatra a másikra csomó dolog kikerült az életünkből. Most képzeljetek el egy olyan szituációt, amikor a mondjuk holnap reggelre bejelentenék, hogy a pénznek az értéke nulla. Abban a pillanatban megszűnnének a szegények és a gazdagok közötti különbségek. Tehát egy pillanat alatt meg tudnak ezek a különbségek. Egy pillanat alatt meg tudnak változni a dolgok. És ha te abba vetetted a reménységedet, a pénzbe, ebbe, abba, akkor kikerül a lábad alól. Ezért mondja azt, hogy ha apád és anyád elhagynának is, én nem hagylak el. Ha tűzön veled vagyok. Ha vízen át, de ez Isten olyan helyzetbe kell hozni, hogy esküt tudjon mellettünk tenni. Az pedig rajtunk múlik. Az Isten országa nem egy ilyen egyoldalú dolog, hogy az Isten megcsinál mindent, még majd megyünk aratni. Hanem ez benne vagy te is, ez te is kell lesz. És ezért ad nehezebb és könnyebb időszakokat. A tágastér sokan azt hiszik, hogy az észek, a szitna, a viszályok, a veszekedések időszaka a legnehezebb. Szerintem nem. Szerintem a tágastér a legnehezebb. Mert amikor bajba vagy, össze tudod húzni a fogadat, füledet, mindenedet. Amikor baj, amikor jó helyzetbe vagy, akkor enged ki az ember. És a tágastérrel, és nézzétek meg, hogy nem a, hogy logikusan az következne, nem, hogy a megpróbáltatások után jöjjön az istenes esküje. Nem. A megpróbáltatások után még egy tágas, szabad térőn, és utána, hogy hogy tudsz bánni az ember, szabad akaratával. Hogy tud bánni az ember a szabadságával, ezért Isten minden ember életében ad szabad időszakokat és szabad tereket. És tudjátok, a rossz dolgokba összehúzzuk magunkat, a szabad téren rontjuk el a dolgokat, mert ott engedjük el a... Ott enged nézzetek, egy lottó ötös nyert ember. Hát mindegyik ment a levesbe a nagy része. Kevés az, amelyik be tudta fektetni és meg tudta forgatni. Miért? Mert a tágas téren ezért az ember szörnyű, de olyan, hogy sokkal többet vagyunk egy életbe az észek és a szitnak útnál, mint a tágas térnél miért, mert azt látja Isten, hogy ott változik a legjobban a jellemünk. És ott formálódik a legjobban a jellemünk. És befejezésül, és akkor, ha bármi kérdés van, felolvasom először azokat, amik itt vannak, és utána nyugodtan még kérdezzetek én, Három dolgot szeretnék zászoként kiemelni. Izsák életében, nézzétek meg, hogy a Lakhajrói, Izsák, Ábrahám, és csak felsorolásba is tényleg lezárom. Ábrahám, Izsák, Jákob és Józsefet vettem alapul. Ugye a Lakhajrói forrás az első, az Istenne való találkozás megtörtént az életükbe. Ábrahámnál, ugye 1 Mózes 12.4. az úr hívása egyértelmű volt a találkozásra, reagálnia kellett Ábrahámnak. Ábrahám azt mondja, hogy nem megyek sehová. Maradok mezopotámiában, akkor nincs találkozás. Ugye Izsáknál megtörtént ez a találkozás, Jákobnál megtörtént ez a találkozás, Józsefnél szintén megtörtént, 1 Mózes 37 2. Jákobnál 1 Mózes 25-26-27, elolvassátok a történetüket, mindegyiknél megtörtént az Istenével találkozás, egyik se tudta megsporolni. Az út. szitnakút mindegyiknél megtörtént. Nem csak az Ábrahámnál, az Izsáknál, a Jákobnál is, a Józsefnél is megtörtént, különböző intenzitással, de mindegyiknél megtörtént. Ez, hogy válságba, viszályba, amikor az egójukat kellett feladni, el tudod képzelni, hogy Józsefnek az akkori, az olyan volt József akkor, mint ma az USA alelnöke. Valahogy így nézetek rá. Ilyen volt akkor Egyiptomban. az USA alelnöke azt mondani, négy toprongyos zsidó csávónak, akik ráadásul beroptak a kútba, akik megkeserítették az életemet, akik hazudtak apámnak, azt mondani alelnökként, hogy szeretlek benneteket. És, és nem csak, hogy szeretlek benneteket, és száműzlek majd gulágra, nem ezt mondta nekik, hogy annyira szeretlek, hogy az életetek hátra részét az egyiptomi munkatáborba töltitek le, hanem figyeljetek, mit mondott nekik, gondoskodni fogok rólatok és a családotok. Megtörtént az életükben, de mindeniknek meg kellett, Jákobnak meg kellett, a csaló Jákobnak egy idő, egy idő be, kellett, be kellett, szembe kellett nézzen önmagával. Ábrahámnak is, hát Ábrahám honnan indult? Feleséged? De hogy is, ki tudja, aki kapja Mária, vigye. Így indul Ábrahám. Akkor hát hazudik, hogy öröm nézni. És mindegyiknél megtörténik ez. Ugye a Rehobotkút, a tágas tér, mindegyiknél megtörtént. Egytől egyik megtörtént. Ha elolvassátok az életüket, mindegyiknek jutott olyan szakaszba, amikor azt csináltott volna, amit akart. Nagyon, nagyon komoly dolgok történtek. Ott van Ábrahám, Ábrahám, csak hogy Ábrahám kiemeljem, hogy értsenek, hogy mire gondolok. Ott van Ábrahám, Ábrahám, aki azt csinált volna, amit akart. Mit mond Lótnak? Válasz. Hát mi mit mondanánk? Hát figyelj ide, Lót, kisöcsém. Oda mész, de nagyon gyorsan. És utána mit csinál? Lót még átveri, mert ugye a jobbik részt választja, Lótnak nem jut eszébe, utána még Ábrahám megy el megmenteni Lótot. És utána még Ábrahám könyörög Szodomáért és Gomoráért. És utána még ki tudja, hogy mit csinált még. Ki tudja, hogy menet közben még mit csinált Lóttal Ábrahám. Ezért nagyon fontos, drága barátaim, hogy a tágas térnél vizsgázunk, hogy amit tanultál az első két kutnál, arra hogy reagálsz. Az egyház, a Laudíciai Egyház a tágas térre rendkívül rosszul reagált. Mit mondasz, hogy a meggazdagodtál, tágas térre jutottál, nem üldöznek, nem bántanak, nem hallgatják le a telefonjaidat, szabadon összejöhetsz, figyeljetek, még, egy, még, még, Magyarországon is az egyházi törvény, vagy a, a, törvény lehetővé tette, hogy a gyülekezeti összejövetelek megtarthatóak voltak. Megdöbbentő. Megdöbbentő. Hát tágas térre vezet az Isten, tágas térre, és nézzétek meg az egyház, hogy reagált a tágas térre, az, hogy a meggazdagodtál, és elhitted magadról, hogy nagyszerű vagy, közben mezítelen vagy, nyomorult vagy, és itt, itt, hívom fel a figyelmeteket, hogy Péter és Jánosnál mi történt, fölmentek, azt mondja, hogy lehet, hogy mi ezt rosszul értelmezünk, azt mondja, hogy lehet, hogy aranyom ezüstöm nincsen, de amin van, azt neked adom. Tudjátok mi a tragédia, a mi tragédiánk? Van aranyunk ezüstünk. Viszont nem tudjuk azt mondani a nyomorútnak, hogy kelj fel és járj. És könyörögjetek azért, hogy bocsássatok meg, de inkább aranyunk ezüstünk ne legyen, de legyen olyan hitünk és elkötelezettségünk Istenben, hogy tudjuk azt mondani a nyomorútnak, hogy kelj fel és járj. Melyikkel vesztünk többet? Csak gondoljatok bele. Csak gondoljatok bele. És ezért mindegyiknek, mindegyik, mind a négy pátriárka, mert ugye én Józsefet is ödesorolom, végigment ezeken, a, ezeken, a, ezeken az életszakaszokon, ha több idő lenne, végig lehetne mindegyiket nézni egyes-egyesével, és ezért a jelenések könyvében, és ezzel zárnám, három tanácsot ad, három angyalon kelesztül a jelenések könyve. Az egyik tanács azt mondja, hogy ha ezt a három dolgot megtartod, akkor, akkor, jó, akkor jó vagy akkor kiástod a kutyaidat. Azt mondja, az egyik, az a béketűrés. Mit jelent a béketűrés? Hát, hogy a visszályokra és a gyűlöletekre és mindenre, ami egyre fokozódik, fog, hogy reagálsz. Erre az az Istenek a tanács, hogy béketűréssel. Azt mondja a másik, hogy a törvényt, nek a beszédét tartsd meg. Ez a második, majd olvassátok a jelenések könyvébe, ezt mondja a következő. És a harmadik angyal a következőt mondja, hogy Jézus hitét tartsd meg. Tehát az mit jelent, miért mondja, miért hangsúlyozza, hogy Jézus hitét, Azért hangsúlyozza Jézus hitét, mert annyi fajta hit lesz, hogy azt mondja Isten, hogy ez, ez, ez nagyon szép, hogy ennyiféleképpen hisztek, de ami meg tud benneteket őrizni az a Jézusnak a hite. Erre bátorkodik Jézus azt mondani, hogy ha újra az az evangélium hirdettetik, ami az én hitem alapján működött, akkor tudjátok, hogy közel vagyok. Amikor ilyen hitű embereket láttok újra szaporodni világméretekben, és ne, közben nem ők fognak megdicsőülni, hanem Istennek adják a dicsőséget, akkor lehet azt mondani, hogy. Jézus ott van. De csak szeretném elmondani, hogy a legutolsó gyülekezetnél a, lehet látni a gyülekezeteknek a jelenések könyvébe adott útmutatás alapján, hogy a Laodiceánál, ami a legtávolabb van Istentől, Isten ahhoz van a legközelebb. Mert a többinek mit mond? Ha eljövök, ez lesz, az lesz, az lesz. Mit mond a Laodiceának? Az ajtó előtt állok és zörgetek. A jó hír, hogy minél távolabb mész és minél jobban rüheled a kutásást, Isten annál közelebb jön mert ő meg akar menteni. De nem úszod meg. Úgyhogy az ásót vegyétek a honotok alá, és ne higgyetek az Ágy meg Isten klub kereszténységben, majd én ugráltatom az Istent, figyeljetek, ezt csináltuk, reggel fölkeltünk, Uram, ma ezt kéne, azt kéne, amazt kéne. Ezt áld meg, azt ad meg, amasztad meg, stb. stb. Olyan listáink vannak, hogy le a kalappa. Egy testvér jól megfogalmazta egyszer azt, hogy annyira, annyira, belefáradt már a saját listájába, hogy azt mondja, úgy ment az Isten elé imába, mint ahogy a kocsmába megy. Szokásost. Mennyire igaz, nem? El kell jutnunk odáig, hogy Istennek már azt sem mondjuk, hogy a szokásos. Amikor eljut a ideig, hogy jó reggelt, ah, azt csinálsz, amit akarsz. Már a szokásos se érdekel. Amit akarsz? Na akkor azt mondja, na akkor ma elkezdhetünk működni. És ez lesz az élményt adó kereszténység. Ez lesz az igazi, őszinte, érdek nélküli kereszténység. És én erre bátorítalak benneteket. Ha ez az kell, hogy menjen tönkre az életünk, menjen tönkre az életünk. Ha ez az kell, hogy menjen szét a közösségünk, menjen szét a közösség. Ha ez az kell, hogy magunkra maradjunk a lakhájról, forrásnál a világ végén, és a kutya ne nézzen ránk, legyen ez. De az Isten mindig az üdvösséget szempontjából nézi az életedet. Őt nem az érdekli, hogy holnap meg tudod-e venni ezt vagy azt vagy amast, hanem azt nézi, hogy te, hogy ő neki ne kelljen az élet könyvéből kitörölni a te nevedet. Ő ezért küzd. És testvéreim, most lehet, hogy az igazolványok könyvébe sokatoknak nem lesz benne a neve, vagy nincs benne a neve, vagy benne, tök mindegy. Egy valami könyvbe kérlek benneteket, hogy tegyetek mindent meg, hogy benne legyen a nevetek. Mert az nem ilyen földi bohóckodás. Az életnek a könyvébe. Viszont az életnek a könyvébe úgy nem kerülsz bele, hogy jöttem. Jó napot kívánok, föl tudnának írni, regisztrálni. Ne, 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 ne. Meg fogják kérdezni, hogy lakhájról volt. Mi az a lakhájról? Ja, akkor ne is menjünk tovább. Köszönöm. Ha tovább jutottál, észek szitna volt, mi az az észek szitna? Ja? És így, és így, és így. És a legvégén mondja azt az Isten, hogy esküdt teszek mellette. A legvégén azt mondta, hogy ne félj. Figyeljtek, akkor sem mondta azt neki, hogy ne félj, mikor száraz volt a föld. A legvégén mondta neki, mikor, mikor engedelmes volt, akkor mondta neki, hogy ne félj. Hogy ne félj. És ezt kívánom nektek, és ne féljetek ezektől az életszakaszoktól, ne egyétek meg az üres dumákat, hogy így lesz, úgy lesz. Persze lehetne, ha most holnaptól, testvéreim, a holnaptól elmondanám, hogy minden istentisztelet végén vízslit és sört adunk, meg zsemlét, a legnagyobb ébredés itt lenne Domováron. Ügyesen fölvennénk a kamerákkal, levetítenénk nektek, olyan boldogok lennétek, azt a betyár, minnes. sehol semmi nem lenne. A vízsli, meg a sör elvégezni a dolgát. Szoktam mondani, miért mentél május annak idején? Én megmondom miért. Ingyen adtak lufit. Meg fölülhetem a ringlis pillre. Apám meg a sör miatt. Valaki meg a vírsli miatt. Na, ugyanezt ne tegyük meg a, ne várjuk el az Istentől, úgyhogy erre szerettelek volna bátorítani benneteket Isten kegyelméből, és kérlek benneteket, hogy amelyik útnál vagytok, ássatok. Egy feladatunk van, hogy ássunk. Ne tedd le a lapátodat, ássál. Ássál, 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 a többit hozzáteszi az Isten. Ne te akart hozzátenni a többit. Mert mi mit akarunk? Itt van az ásó, ássál te. De ő nem azt, mondta, hogy te ássál, ő majd csinálja a többit. Ő majd csinál. Mit mondasz neki? Engem nem érdekel a veréb meg a liliom. Nekem adjál ruhát. Csak úgy érzem, hogy voltak -e én időszakok, figyeljetek, olyan megrendben, hogy mi elmegyünk ez, mert Izrael fiai 40 évig azok a bálványimádásban elesett, Isten tagadó, Isten becsapó, átverő emberekről 40 éven keresztül nem jött le a ruha. Figyeljtek úgy, hogy már Isten mondta nekik, hogy nem fogtok bemenni az ígéret földjére, még akkor is rajtuk volt a ruha. El tudta azt képzelni, hogy 40 éven nem veszel ruhát? Majd még lehet, hogy elfogod, de, de, de most még nem. Most furcsa. 40 éven keresztül fölusztal egy duát, tehát ez a legnagyobb tragédiánk, hogy minden elmúlik, nem? Belenézel a tükörbe, és nem az a jóképű fiatal, ráncmentes, euh, dúshajú, csávó nézvelet szembe. Hát nem problémát. Hát dehogy nem. Hát mindent megtesznek az emberek ezért, hogy ezen változtassák, nézzétek, bírom, mikor a 70-80 éves zöldre festeti a haját, mert nem sikerül már a barna olyan szép almás deresen, nem? Vagy ezen az, hát a legszebb. Feleségem most megsérült a fején, és nem, nem tudták festeni, és látom hogy, látom, hogy alig várom, hogy olyan, 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 tiszta fehér legyen a haja. Úgy beleturok, hogy, hogy azt fogom tapizni egy hétig. Milyen? Mert csodálhat, hogy milyen, nem csak annyi, hogy ősz a haján, hogy beleturok, és azt mondom, hogy édes Isten ezt végignézhettem. És még mindig a hajába turkálok. Hogy még mindig nem vág orba, hogy takarodja a kanapéra a nappaliba, hanem hogy egészen más. És ezért az Istennel így lehet felépíteni a kapcsolatot, és én ö, szívemből ezt kívánom nektek.